Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket és az érdeklődőket is. Az eredeti vonalunk, amelyet most követünk, a kezdők alkalma. Olyanoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik keresik az Urat, vagy már elindultak az Úr útján, és szeretnének bizonyos fogalmakat világosabban megérteni. A hívő ember bizonyságtétele nagyon fontos ebben a világban, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A pogány világ nem ismeri Isten igéjét, míg a vallásos keresztény világ sem olvassa naponta a Bibliát, éppen ezért nem ismerik sem az örökkévaló Istent, a mi mennyei atyánkat, a Jézus Krisztusban, sem a megváltó Krisztus, sem a Szentlélek Istent. Pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy örök Isten, egy Isten. A hitre jutott ember, aki Isten gyermeke, úgy kell éljen ebbe a világba, hogy kiárassza magából Isten kegyelmét, szeretetét, a Szentlélek által azt a lelkületet, amely a Krisztus lelkülete. És ennek az eszköze a bizonyságtétel. Elsősorban arról a kegyelemről kell bizonyságot tenni, amelybe személyesen részesültünk, személyesen én, személyesen te, ha te az Úr megváltott és újjászületett gyermeke vagy. A megmentő szeretetről való tanúbizonyság lényege az, hogy elmondjuk, hogyan ragadott meg minket Isten Jézus Krisztuson keresztül, hogy milyen a megváltó szeretete, amelybe személyesen részesültünk, és hogyan ismertük meg őt, az Isten fiát, mint Urat, megváltott. És megoszthatjuk a hallgatóink, azoknak, akikkel személyesen beszélgetünk, hogy milyen sokat jelent a számunkra a golgotai áldozat, hogy Krisztus maga vitte fel a fára a mi bűneinket és a mi betegségeinket, és a mi gyógyulásunk egyedül Krisztus sebeibe van. A Krisztus vérének az ereje az, ami az életünkben hatalmas erővel jelen van, hogyha ezt igényeljük. Én minden nap szoktam imádkozni, hogy az Úr vére fedezzem be. Fedezzem be a mindennapjaimban ebben a világban. Fedezzen el a gonosz elől, fedezzen el az emberek rossz indulata elől, és a kísértés elől. Jézushoz tartozni személyesen, ez a legnagyobb kegyelem, ez maga a megváltott embernek az előjoga. Amiről bizonyságot tehetünk még, Krisztus gyógyító szeretete. És ez nagyon fontos, hiszen Jézus maga vitte fel a fára a bűneinket és a betegségeinket. A lelki gyógyulás csak a Krisztus sebeiben van. Nagyon sok sérült ember él ma a környezetünkben, és szükségük van arra, hogy megismerjék az Urat, mint gyógyítót. Megismerjék az Urat, mint szabadítót. A lelki betegségeinkből való gyógyulás nagyon fontos ahhoz, hogy mi, mint keresztény emberek egészséges lelkülettel lehessünk jelen ebben a világban. Nagyon sok ember szorong, nagyon sok ember tele van félelemmel, nagyon sok embernek rossz a hangulata, hol lent, hol fönn, nagyon sok embernek hatalmas indulatkitörései vannak, és nem tudja kezelni az indulatait. Nagyon sokan különcök, magánzók, szenvednek az egyedül léttől, és sosem jönnek rá, hogy az életük azért van egyedül, mert
meg van a lelkük betegedve. Csak Krisztus az, aki meggyógyít, és erre törekednünk kell, és ezt mindig hangsúlyozni kell. A bűn következménye a betegség, és amikor a gyógyulásról beszélünk, akkor kell beszélni arról, hogy a bűn miatt jutott az ember ide, hogy meggyengült, lelkileg elszakadt Istentől, meggyengült fizikailag, és ugye megjelent az életbe a mulandóság, a halál. Aki a Krisztus megváltó gyermeke, annak üdvössége, örök élete van. Igen, ez a lényeg. Egy hegedű művész jutott eszembe, így a bizonyságtétellel kapcsolatban, aki azt mondta, hogy a pályája kezdetén azt mondta, hogy én és Mozart. Tehát úgy gondolta, hogy ő aztán tud valamit. A művész. Igen. Amikor tovább mélyült a Mozart ismeretébe, azt mondta, hogy hát Mozart és én. És amikor egy nagyobb megismerésre jutott, meg olyan gyakorlatra tett szert, azt mondta, hogy csak Mozart. A bizonyságtételben is ez a lényeg, hogy csak Jézus Krisztus, a megváltó, a megfeszített és feltámadott Jézus, hogy ki ő, mit tett értem a Golgotán, és mit tett bennem. Sokan elhiszik, hogy a Golgotán meghalt a bűnösökért, de azt, hogy ő írt ki személyesen, oda még nem jutottak el. Milyen nagy dolog az, hogy mi bizonyságot tehetünk Jézus Krisztusról, a megváltóról, a mi személyes megváltónkról, Urunkról, aki velünk van, és nem csak, hogy gondviselünk, hanem az életünket rendbe tartja, karban tartja, és hogy vele boldog az életünk. A bizonyságtétellel kapcsolatban vannak ilyen mellékvágányra futások is, egy néhányat megemlítenék ezek közül, amik sokszor hát nem világosan látják. Például valaki azt mondta, hogy villamossal mentem a piacra vásárolni, nem jött a villamos. Én azonban imádkoztam, hogy jöjjön már, és képzeljétek el, nagyon csodálatos volt, már is jött, az Úr meghallgatott. Tehát nem lett volna-e hasznosabb az elveszettek megtéréséért imádkozni. Vagy vonaton utaztam, de nem volt jegyem, s jött a kalauz, tusakodtam magamban, hogy az Úr könyörüljön rajtam. Az Úr cselekedett, a kalauz nem vette észre, az Úr angyala eltakart engem, a lényemet, vagy, hát ugye értjük már, hogy ez nagyon messze jár a bizonyságtételtől. Nem tanultam meg a leckét, de imádkoztam, hogy az első tételt húzzam ki. És képzeljétek el, az Úr könyörült, mert így is lett. Mit gondoltok, testvérek, milyen osztályzatot kaptam? Hát ötös, nem csodálatos. Az Úr jól ismeri a szükségeimet. Az árus 50 fillérrel olcsóbban adott egy bicikli csengőt a bolha piacon. Azért hálás vagyok neki. Tehát, hogyha ilyen dolgok ról teszünk bizonyságot, vagy a rémálmainkról, vagy nem tudom mi, hogy az Úr, ez nem az üdvözítő örömüzetének a továbbadása, hanem ez ilyen egyéni félreértelmezés. És ugye nagyon sokan, amikor az Úr Jézusról tesznek bizonyságot, olyan torzulások is előfordulnak, hogy a megváltó személyével kapcsolatban nem arról beszélnek, hogy Jézus az Isten fia,
Én sokszor megkérdezem gyakorló keresztény testvéreimet, mondd már meg, kicsoda neked Jézus Krisztus, és nem tudja, hogy az Isten fia. Hanem ezt szoktam mondani, hát Jézus az én jó barátom. Sok prédikációt is hallunk, vagy bizonyságtételt, hogy Jézus a barátod lesz, boldoggá tesz, ha megtér. Nem ez a lényeg. Jézus nem egy barát. Jézus nem egy haver. Jézus nem egy darabig követ engem az úton, mint az iskolai barátaim, a játszótársaim, akik aztán, ha felnövünk, lehet, hogy nem találkozunk velük. Jézus az én megváltóm, Isten fia. Ez a helyes bizonyságtétel, és ez erősség, kőszikla az embernek. A barátok sokszor elhagynak, de Krisztus sohasem. Aztán vannak olyan bizonyságtételek, akik el tudják fogadni azt, hogy Jézus Úr, de azt, hogy ő a megváltójuk, az nem. Mert hogy úgy gondolják, hogy Isten nem csak Krisztus áldozata alapján adja az üdvösséget, hanem a jó cselekedetek. Ha az ember jó cselekszik, akkor majd üdvössége lesz, ha majd ő bizonyos szabályokat betart foggal és körömmel, akkor majd talán megkönnyörül rajta az Úr. Nem így van ez, és nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az Úr nem kívánta az ember áldozatot, hogy az ember Jézus meghalljon, az csak az emberek gonoszsága miatt volt. Ez is egy tors kép, mert az Úr magára vette a mi bűneinket. Bűnné lett érettünk, olvassuk az evangéliumba. A Biblia tanítása egyértelmű. Vér kiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Tehát a megváltás az nem egy könnyen, olcsó áru, amihez könnyen hozzájutunk. A megváltásért az Úr testet öltött és föláldozta magát, mint bűntelen a bűnösökért, mint igaz a nem igazakért, és Isten mindent odadott az emberért, mert úgy szerette az embert, és Isten meg akar menteni minden embert a bűn büntetése, a kárhozat alól. Ennek központi részének kell lenni a bizonyságtételünknek. Kiről teszünk bizonyságot? Nem magunkról. Kiről teszünk bizonyságot? Nem a kudarcainkról csupán. Akiről bizonyságot teszünk, az maga az Úr, aki úgy szeretett, hogy az életét adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és átment a halálból az életre. Ez a lényege a bizonyságtételnek. Minden kicsi gyerek tele van szorongással és félelemmel. Vannak gyerekek, akik a sötétben nem tudnak aludni, és föl kell kapcsolni a villanyt, és kis égő lámpa mellett tudnak elaludni. Vajon miért? Mert az emberbe kezdettől fogva ott van a félelem, a szorongás, a sötéttől, a gonosztól való félelem. Aztán ez velünk együtt növekszik, ha bevalljuk, ha nem. De az Úr ettől a félelemtől, szorongástól, magától a gonosztól szabadít meg. Ez csodálatos dolog, és az én számomra a bűneset, ugye az Ádám-Éva története során olyan nagyon világossá válik, hogy nem Éva és nem Ádám kereste meg az Urat, hogy Uram, vétkeztünk ellened, hát mesztelenek vagyunk, hát fügefa levelet agazgatunk magunkra, de nem tudjuk eltakarni a mesztelenségünket. Az ember a bűn következtébe bújdosni kezdett Isten elől, és az Úr szólította, Ádám, hol vagy?
és maga elé állította őket. Csodálatos dolog, Isten szeretete. Az Úr minden embert keres, és maga elé akarja állítani, és nem bagatellizálhatjuk el a megváltást, hiszen az ítélet napján mindenkit elszámoltat az Úr a bűneivel. Ha elfogadja, ha nem, ez Isten törvénye és igazsága, és ha a bűneinket oda tesszük az Úr sebeibe, a Golgotai kereszt alá, ha megmos az ő vére, akkor az ítélet napján a mennyei Atya nem a bűneinkre fog nézni, hanem Krisztus áldozatára, és azt fogja mondani, jöjjetek én Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, a mennyet. Csodálatos dolog, bizonyságot tenni csak örömmel lehet, még akkor is, ha az élet mindennapi nehézségei terhet rónak ránk. A Biblia nagyon komoly dolgot mond magával a bizonyságtétővel, bizonyságtevővel kapcsolatban. Idézem a Jézus szavát, aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát óriási felelősség van rajtunk. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. Lukács evangélium 10. rész, 16. versében van. Tehát amikor mi a Krisztusról hitáltal, alázattal bizonyságot teszünk, akkor mint egy Isten szól, az ő igéjét adjuk át az embereknek, ami szent dolog, és nem egy olyan fecsegés a bizonyságtétel, ami hát ilyen jópofáskodás, vagy valami hasonló, hanem itt Isten szavát adjuk tovább, ami olyan, mint a sziklazúzó pöröly, és a szívek keménységét megtöri. Tehát azoknak is tudom mondani, hogy akik bizonyságtételt hallgatnak, hogy vegyék komolyan, mert az Úr szól hozzájuk. A leggyámoltalanabb emberen keresztül is tud szólni az Úr. És ha megismerjük Jézus Krisztust, mint megváltót, akkor az életünk teljesen átformálódik. Tehát aki bizonyságot tesz, nem az a feladata, hogy teológiai tanításokat közöljön a Istenről és az Úr dolgairól, hanem hogy az Úr mit tett, értem, mit tett bennem. Majd a további ismereteket, aki megtér, az megkapja a gyülekezetben, a közösségben. Tehát ha bizonyságot teszünk, mint Jézus Krisztus nagykövetei tegyünk vallást a hitünkről, és legyen a megjelenésünk is bizalmat keltő, nehogy azt látják, nehogy azt lássák az emberek, hogy a szabadságról beszélek, és látják rajtam, hogy milyen leigázott, nyomorult ember vagyok. Vagy amikor a Krisztus életéről beszélek, akkor, hogy ne az legyen, hogy egy furcsa, rendetlen élet tesz bizonyságot. És aki bizonyságot tesz, az nem mond sértő szavakat, nem bohózkodik, hanem a Szentlélek fegyelme és uralma alatt van. Igen, ez nagyon fontos, és a bizonyságtételnek a formája is fontos. A szívtől szívig való munkálkodást nagyon megáldja az Úr. Mit is jelent ez, hogy szeméről személyre, emberről emberre teszünk bizonyságot. Sok embernek nem az a szolgálat, hogy nagy tömegek előtt
beszéljen, igét fejtegessen, ahogy mondta, teológiai módon, de az igen, hogy az egyéni emberrel, az egyénnel foglalkozzunk. A formai része nagyon fontos, hogyha bizonyságot tegyünk, akkor teszünk a szemébe, nézzünk, hogy ne mellé nézzünk, ne éppen a kezünk ügyébe lévő dolgokkal matassunk, hogy érezze az az ember, hogy mi Isten eszközei vagyunk, és az Úr személyesen szólítja meg rajtunk keresztül. Pál apostol nagyon inti Timóteust arra, hogy a szóharcokat, az üres lármákat, a vitatkozásokat kerülje. Hogy miért? Mert ilyenkor gonkolyt hintünk. Ha egy vitába belemegyünk, akkor nem arról a bizonyságról beszélünk, hogy Jézus a megváltónk. Én mindig elhallgatok akkor, amikor valaki elkezdi a vitatkozást, és én mindig azt szoktam mondani, hogy én a személyes megváltomról szólok, beszélek, aki naponta jelen van az életemben. Ha nagyon rámenősek és erőszakosok vagyunk, mert meg akarjuk győzni a másikat, akkor... Hogy a naptárunkba kipipálhassuk, hogy sikerült egy embert megnyerni. Igen, hogy akkor a Szentlélek nincs jelen. Mert hogy a Szentlélek munkálkodik mindenki bizonyságtételén keresztül, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy az nagyon gyenge. Nem a mi okosságunk, nem a mi erőszakosságunk, nem a mi határozottságunk, ami meggyőzi az embereket, hanem a Szentlélek. Az emberek szíve megnyílik, onnan látjuk, hogy a Szentlélek munkálkodik, és hogy nem kell azt vésővel feszegetni. Csodálatos dolog, hogy néhány szó a helyén mondott ige mennyire meg tudja nyitni a szíveket. És nagyon kell kérni, hogy az Úr a lelkek megkülönböztetésének az ajándékával áldjon meg. Mindenki, aki részesült a Szentlélek kerességbe, igényelheti az Úrtól ezt az ajándékot, ami a bizonyságtételhez nélkülözhetetlen, mert akkor észrevesszük a lelki betegeket, különbséget tudunk tenni a beteg lelkek és a megmentésre szoruló lelkek között. Például vannak nagyon gyenge idegrendszerű emberek, depresszióba szenvedők. Nem a minden áron való meggyőzés a fontos, a bűntudatkeltés, a riogatás a kárhozattal, hanem... Vagy még örömkeltéssel sem. Igen, vagy egy ilyen bulis hangulatkeltéssel, hanem hogy ha ilyen állapotba kerül egy beteg lélek, annak súlyos következményei lehetnek. Az Úr a betegekért is jött, a lelki betegekért, erről az előbb beszéltünk. Sokféle helyzetbe ad nekünk lehetőséget a tanúságtételre, amit nagy örömmel kell, hogy kihasználjunk, hiszen nem biztos, hogy még egyszer adatik rá lehetőség. Nagyon szomorú az, amikor néma marad egy bizonyságtételre elhívott hívő ember, pedig az Úr használná. Nem magunkra kell nézni, az alkalmatlanságunkra, hanem hogy a mi megváltónk velünk van, és örömmel teszünk róla bizonyságtételt.